gumi keverék dolgokkal, mert ahhoz nem értek, ahhoz túlságosan buta vagyok. Nem mondj ilyet. Majd belejössz. Nem, én ez a kazuál F1-es vagyok amúgy, tehát imádom a sportot, most már nem annyira, mint régen, de én ugye a Schumacher utolsó évét végignéztem, amikor a Alonsoval meccselt, úgyhogy, ja. Te most melyik autóba ültél amúgy? Na, mit tippelsz? Rózsaszín párduc merci? Nem. A fehér 19-be fogkrém autó. Fehér 19-be fogkrém. Williams. Aha. Jézusom, húha. Akkor ez vicces lesz. Mert? Mert akkor én szerzek szerintem több pontot. Ha minden jól megy. Úgy legyen. Persze nem akarok felvágni. Nyugodtan, nem felvágás ez. Hát ez a Williams, ez nem autó. Ez valami űrhajó, vagy valami. Jó kortos doboz. Az körülbelül annyit ér, amire raktak banánból kerekeket. Szegényiző Frank Williams, amikor megalapította a csapatot, nem erre számított pár évvel később. Nem igazán. Na nézzük. Akkor ezt nem streameled most? De, elindítottam. Ja, akkor üdvözlök mindenkit. Hát még egyelőre nem köszön be senki. Jaj, szám. Alig van aerója ennek a tudálatos maga. Neked egyébként milyen kormányod van? G29 Logitech. Azt hittem, hogy olyan kormányod van, mint Sipinek az Fanatec. Olyanra nincs még pénzem. Ja, az drága mulatság. Hát most, meg amúgy is most vannak más dolgok, amik ki vannak nézve. Egyelőre szeretnénk majd tavasszal egy autót venni. Ah. Aztán vagy nyáron, vagy jövő nyáron A2. Aztán ide nekem a nagyvasat. Ez a kicsi már... Hát ez már gyenge, erőtlennek érzem. Mondjuk mindennél jobban szeretem, mert 50-eshez képest erős motor. Mm. De úgy már nem félek rajta. Én valami olyan kell, ami félek, érted? Mm. Persze, hát aki szereti a motorozást, az... annak kell az izgalom. És hány köpcent is volt a mostani, vagy ami így... Mostani az most 50-es. De ez úgy 50-es, hogy furt hengerű. Meg van még rajta egy-két dolog változtatva. Aha. De gondolom legális keretek között, hogy a műszakin átmenjen még. Hát erre nem kell műszaki, és nem legális. Ó, oh, oké. Okay. De még az a jó, hogy nem kell rá műszaki. Mert akkor nem húzzák meg, ugye? Még nebben egy jó 80-as henger, aztán már fel is kapná az órát.
És milyen márka? Ducati, Suzuki? Yamaha. Yamaha? Az... Choppereket is nézegettem, mert már nézem majd az utódot. Hát néztem egy XT660X-et, az Tura Enduro. Félig terep, félig aszfalt, érted? Így túrázni, elmész vele mondjuk, elmegy neked ilyen salakos úton is, de elmegy az aszfalton is gyönyörűen. És nézegettem, hát azt egy ilyen millió körül adják. Így. Az legalább dugurok, csattog. Ennek meg kis kávéfűző hangja van. Igen, tehát amikor leveszed a lábad a gázról, akkor visszagyújt, vagy a kezed, pontosabban. Mert ugye... Akkor ilyen... Nem is az, csak ilyen... Ilyen... Nincs az, hogyha mögötted felmordulna, akkor megijednie. Ja. Simán csak hallgatod, hogy ha? Valami kotyog, mint a kotyogna. Well, körülbelül ennyi. De ahhoz képest, hogy 50-es, mert ugye hivatalosan a Crestbe ennek maximális teljesítménye az 40 km per óra lenne. Aha. Na, ez megy 91-et. Nice. Kiszélesítettem. Nem kellett volna. Merre jársz a pályán? Én most kezdtem bele a harmadik olyan körbe, amit talán jól tudok befejezni, mert most zöldbe vagyok jelenleg. A delta szerint. Első szektor az zöld. Jaj. Második szektor is zöld. Jaj! Megcsúszott a hátulja. Oh. Csücsű. Na, beköszönt az első néző, hála Istennek. Üdvözlöm. Hát, hát ezen a kemény keverékün ennyi volt benne. Szia Szabi! Csücsű! Szia Szabi! Csak így telefonra vezetés közben rápillantani, így elég metszes. Hát egy kicsit. Ojo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 j
irányból akartam lehúzódni. Az volt a legnagyobb baj. Mehetsz, amúgy. De nyugodtan, úgyis megyek én is be. Ja.
Azt hittem gyors köröm vagy. Ha? Ennek a izének milyen hangja van mögöttem? És Williamsnak. Ha. Mint valami rossz kávé fizik. Nem tetszik a kis Williams. Nem azt, hogy nem tetszik, hát azért... Senna is ült benne egyszer. Nem ült Williamsbe, ő Lotusba ült tényleg. Hülye vagyok, összekevertem. Azért Williamsből nem ült soha. Azt nem értem. Miért kell berakni egy folytába, érted? Hogy miért nem lehet csak kiválasztani, hogy csak gumit akarsz cserélni, meg szárnyjavítás, aztán a pályára. Ja, én se értem. A csapattársam most megy ki. Te kinek a helyére ültél be? Én Verstappennek. Én Latifinek. Én a Supermaxnak a helyére ültem be. Kilencedik. 1.36.9. 6,1-je vagyok lemaradva tőled. Egy... Az igen. Nézzenek oda, zé. Williams-tel, zé. Bence jól megtolta neki. Felcsavartam a motort. Ez a max, amit tud az autó. Nem gyulladt ki. Frank bácsi örült volna neki, hogyha azt mondod neki egy... I losing power. Ugye, első futamon. Nem tudom, rakjuk fel a másik gumit. A hard, de... nem tudom. Talán egy médiumot felrakuk, még kimenni tesztelni. Autóbeállítást. Na. Én meg amit szerintem megcsinálok, csak megvárom, amíg egy kicsit kitisztul a pálya. Már most 11-en vannak. Abba a kavalkárba nem akarok bele. Megyek be a tömegbe. Én csak ott érzem jól magam. Én meg mivel egy kicsit bénább vagyok a szokásosnál. Mercedesek voltak már kint. Mindjárt megnézem neked. De szerintem még nem. Nem, Hamiltonnak nincs miért köre, meg a postásnak se. Azért GLS futárunknak nincsen izéje. Miért ideje? Nem, egyébként nem bántom, mert jó pilóta, csak így... Igen, Mercedes ezt így az évek alatt egyre jobban megutáltam. Mert így nincs versengés a Forma 1-ben, az nekem a legnagyobb bajom. Mindig csak azt látod, hogy ez a kettő meccsel egymással, vagy még Perez közbeszól ugye a tavalyi fejlesztéssel, ugye? Jaja. De aztán így ennyi. Sajnos semmi izgalom nincs, meg ahogy láttam a versenynaptárat, arra készülnek, hogy hogy az idei szezon az teljesen le fog futni. Hát... Én meg ebbe... Kérdés, hogy mi lesz. Épp akartam mondani, hogy én ebbe annyira nem hiszek, nem azért, mert nem vagyok... Nem látom mert épp ez azért nem hiszek benne, mert realistán látom a helyzetet. És... ja. Hoppá, Norris ott van a szoftokkal. Russell harmadik szoftokkal. LOL. Megvárom, amíg itt bejönnek még a izék. Oh.
Hát én is Istenem, hogy még mindig 11-en rúlják a köröket. Én azon csodálkozom, hogy a... Oké, van még 14 perc, rendben van, csak akkor is fura. Aha, Hamilton már kivezető körön van. Jó van, rasztahaj kapitány, izé. Ja, nem ide. Hátokon van. Egy 24, 1, 35,5. Nézem ugye a részidőket. Hoppá, és Norris érkezik. No, Norris ment egy 30,1 első szektor időt. Oda pakolta azért Norris. Oda, nagyon komolyan. Jó, a másik két szektorban meg el van tőled maradva egy kicsivel. Nem sokkal, pár századdal. És azért van 650 ezeredre. Ha jól nézem. Giovinazzi? De azért Kimi Räikkönen sem ment rossz időt. 1.34.7 az éve 9. Alfával. Nem rossz az. Mennek itt szépen az emberek. Magnussen 1.35. Egy picit én el vagyok tőle maradva, mert nekem 1.36.9, tehát majdnem 1.37-es időt mentem. De igaz a kemény... Jó, de vett figyelembe, hogy te keményeken voltál. Igen, igen. Meg ugye én asszisztokkal játszok elég rendesen, tehát ugye az is... Az is egy úgymond hátráltatás, ha azt nézzük. Gyorsításnál, féktávnál. Picit. Kviat 1.35.4. Így megelőzött engem meg Magnussent is. Grosjean még nem volt kint, Gasly még nem volt kint. Perez se volt még kint. Hamilton az most megy, de... Nekem az érdekes volt, hogy így nem mentek ki a mercik, csak úgy bent vannak, érted? Kimegyünk, lesz, ami lesz. Próbáljuk meg. Most vannak kint 14-en. Azt mondom, hát most már hiába húzom, halasztom, hát most már csak csöpögni fognak kifelé az emberek, tehát most már hiába halaszgatom, most jön, azt hiszem Giovinazzi, vagy nem most jött be, Räikkönen, azt hiszem. Vagy Giovinazzi. Nézzük, Bottas mi van. Médiumon. Milyen kontrollerre játszol? Xbox van. Az jó kontroller. Nagyon jó a ravaszai. Szeretem. Igen, póker a PS5-ösre esküszik, hogy az a nagyon jó. Hát, nem próbáltam. Hát a ravaszok ugye vibrálnak. Igen, igen. Tehát a ujj alatt érzi, hogy mennyire nyomja a gázt. Hm. Mióta F1-ezel? A legelső F1-em, a legeslegelső, az még a IE által kiadott 2001-es volt. Igen. Még 2002-ben vagy 2003-ban. Még egy Pentium 3-as vagy 2-es gépen játszottam. Azt hiszem. Tehát nem ma volt. Aztán ugye, amikor bejött ugye a IE-nek ez, hogy csak a PlayStation-re fejleszt, akkor ugye ez így kimaradt. 2010-ig egy hatalmas nagy szünet. Elbaszom a féktávot, jó. Annyira mesélek közben. Mondjad, akkor csendben maradok, bocs. Nem,
csak annyit akartam, hogy a legeslegutolsó, amit PC játszottam, az az F1 2006 volt. Az is még az EA kezeiből került ki. Aztán meg ilyen moddolt F1-ek voltak, tudod, a Birkutz 2009-es. Nem tudom, hogy arra emlékszel-e. Én azokkal nem játszottam. Nekem 18 volt az F1 18 a legelső Forma 1. Aztán így, ahogy megvette a Codemasters így a jogokat, úgy jöttek sorba F1-ek. Ugye először a... Az igen. Szép mentés volt. Én is meglepődtem. Tört valamit? Nem. Az szép. Egy 34, egy 31. Javítottál, ugye? Na, most törtem a szárnyat. Egy picit az utolsó szektorba. Nem sokat. Jó, megnézem itt az állást, hogy úgy. Úgy gondolta. Szélesen fordultunk, de még nem ment le pirosba, jó van. Elbasztam az utolsó szektort, na mindegy. Ez majdnem jó kezdődik, ha már kavicságyba kötöttem ki.
túlcsúsztam. Megengedsz pár tanácsot? Persze. Te vagy a régi F1-es, vagy aha, hát... hogy lennék régi. Hát jó, nálam te profi szintén nyomod. De... hogy mondjam? Én játszom... 3 éve. Egyfolytában, érted? Te meg kihagyásokkal, hát... Hát ez az. Meg kontrollerrel vagy. Hát kontrollerrel nem lehet felérni egy kormány szintjére. Hát igen. Hiába most, hogyha mit tudjam én cserélnénk, biztos, hogy jobb időt mennél, mint én. Érted? Vagy bárkinek odaadnám, érted? Kontrollerrel azt figyeltem meg, hogy nagyon nehéz elsajátítani kontrollerrel azt, hogy ne legyen darabos a mozgásod. Igen, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ezt egyébként egyik haverom is bevallotta, hogy neki ez egy megváltás volt, hogy meglett neki a G29, mert amit tudott, kihozott a kontrollerből, csak már nem volt hova fejlődnie. Persze. A kontrollerrel... hát... van barátom, aki tud kigyorsítani vele, de sokkal nehezebb, mint egy gázpedállal. Hát persze, mert nem adja vissza. Persze. Így próbál meg egy kicsit majd hamarabb visszaszedni a kormányt, hogy bal íven maradj. Mm. És akkor azzal tudsz hozni egy kicsit. Ezt a kanyar gyönyörűen vetted. Be van kapcsolva neked a dinamikus vonal, ugye? Igen, kanyarokba. Itt ne vedd el a gázt. Ha nem mész rá jobb oldalt arra a kis rázókőre, akkor gázelvétel nélkül talán egy nagyon picit kell visszaengedni a ravaszt. De nekem sikerülni szokott gázelvétel nélkül az a kanyar. Azzal is nagyon sokat tudsz hozni. Ezt is szépen veszed, nagyon jó éveket mész. Jó, ezt most egy kicsit levágtuk, na mindig. What? What? Igen. What? Mi történt? Kidobott? Kidobott a játék! Igen. LOL! Rohadj meg, Steam! Na, visszajöttél, azt írja. Azt mondja, hogy... nincs meg a session, azt mondja. LOL! Pedig ott kell, hogy legyen a... mert az úgy oké, okay, csak nem... na, most dobott vissza. Ó, hogy a nepáli... hú, de... hát én most néző leszek szerintem. Mert... mert azt írja, hogy egy néző. Neki írt be engem, tehát... biztosan át tudod állítani valahol. Igen. Megpróbálok majd. Igen. És kíváncsi vagyok, hogy... jó. Akkor nem változott semmi. Hú, hát ez most nagyon érdekes volt, mert az első szektor az konkrétan lila lett volna. Ez igen. Hát nagyon örülök neki, hogy ez így betalált. Köszönjük szépen, Steam. Annyira gyors volt, hogy kiment, izét ugrottál.
Igen, ugrottam egyet az időbe, aztán Marty McFly azt mondta, hogy te nem mész, Kurt, fiam. Téged is kidobott? Én itt vagyok, várjál, mindjárt megnézem. Most joinolok a sessionbe. Tehát akkor nálad megy a... Ja nem, de itt vagyok, na. Jó, hát engem nem enged vissza, tehát nem enged... De itt vagy, Na, redisztél. most tudtam redizni, mert az első sessionnek ugye vége volt. Ilyenkor visszadob az autómba egyébként, ez a kérdés már csak. Hát most már az időmérő Elvileg vissza kéne, hogy dobjon a Red Bullba. jön. A Red Bull-ba leszel csak az időmérő edzésen. Hát az nekem most már mindegy, tehát a... Ja, ugyanúgy Red Bull-ba leszel. Csak az volt a félelmem, hogy így most így akkor vége a játéknak. Tehát így, Dehogyis. akkor ez így recs. Egyébként Szabi azért van alfa kiírva, mert utólag döntöttünk úgy, hogy Bence izébe lesz, Williamsbe, én meg izébe Red Bullba, úgyhogy a liga neve azért lett alfa, amúgy. Aztán utólag ugye azt nem lehet már átírni, úgyhogy mire ezt eldöntöttük addigra már. Abban is kijött. De ez nagyon érdekes volt most, tehát ez tudja, hogy Steam probléma volt, vagy maga a játék mondta azt, hogy hello. Hát, inkább a játékra mondanám. Azért... De annyira idegesítő amúgy. Jól ismerjük mindannyian a Codemasters-t. Én már csak abba bízok, hogy a EA, mivel megvette a Codemasters, tehát a Take-Two-ra, vagy mi az Istenre rálicitált. Remélem oda csapnak az asztalra, és megmondják az EA-nek, hogy csi. Vagy a Codemasters-nek, hogy jó játékot csináltok. Mert ki lesztek rúgva. Hát, nincs benne szólásuk. Nincs benne szólásuk szerintem már. Jó, de hát mivel a EA megvette a Codemasters egész hóbelebon csapatát, ezért most a EA keze alá dolgoznak, mint kiadó. Tehát nem egyenrangú izéként vannak most már számon tartva. Hát akkor meg figyelj, ugyanaz lesz. Ó! Nate. Nice. Megcsúsztam a rázókövön. Keci! Jól kezdődik az év. Nem, figyelj, ez mindenkivel előfordul. Csináltam egy Maldonado 12-ből. Keci. Édes Isten. Na, okon lett az első. Grosjean, Hamilton. Ott ez csak 1,5 ötödik. 1,5 másodperccel lemaradva volt az izé. A... Ki az? Grosjean Okontól. 1,5-öt kapott. Okonnak jól megy. Most így. Ahogy észrevettem. Így akkor én az utolsó helyre fogok indulni, akkor szép felzárkózás lesz. De, ahogy szokták mondani, az utolsókban lesznek az elsők. Nem, én indulok az utolsó helyről. Lol, engem miért dobott be ide? Pog? 15. kör. Box kell. Nem, 7. körbe kell kijönni. Aha. Medium. Jó, oké. Jó lesz ez így. Majd szólsz, ha mehet. Mát.
Hála Istennek nem lesz eső. Elvileg. Most mondták nekem is. Na. Ne huncuckodj itt izé a Red Bull, mert Adrian Newitt megbúpolom a kis kopasz fejét. Gasly. Nagyon jó, neki mentem üzének is diszkva. Mi a... Mi van ezzel a lobbival most, keci? Mert? Neki mentem, neki kocoltam egészen véletlenül picit Gaslynak, és ma azt írt, hogy diszkvalifikálva vagyok. Ez így szokott lenni általában. Éppen csak egy kicsit is érsz hozzá. De várjál, rárakott most a rajtrácsra, és most nem tudom mi van. Mert elindulhatok. A műfű az nagyon szopatós amúgy ott a szélén. Igen. Gyerekek! Jaj! A füvön megjöttem, hello, szia! Ütöm az egyik táblát véletlen. Annyi baj legyen. Hungarot szellem egyébként tegnap úgy fönnakadtam, hogy föl is repített egy picit. Mert ezek ugye ilyen hungarot szell táblák, azt hiszem. Jaja, valami ilyesmi. Jaj. Na jó, elbasztuk. Egyszerű. Raikkonen elfékezte. Vagy Giovinazzi, most így hirtelen nem tudom. Felül kiírja. Ja, Raikkonen. Jó, csak mert én ugye a színre lettem figyelmes, hogy ez egy alfa. Kiírás, én nem néztem. Ja nem, Giovinazzi, bocsánat. Tényleg, akkor jól mondtam. Úristen, mi van itt? Csak annyira figyelek a pályára, hogy nem igazából nézem a neveket. Nagyon vigyázz, mert itt elé van törmelék.
Mit csináltak? Törték egymást? Aha. Gasly, Lökler vagy Fettel talán? Jézusom. Amint látom, csak hullanak a szárnyalanok. Köszönöm Russell. Faszolj meg. Jobb szárny véglapomnak annyi. Már pirosban van. Nagyszerűen kezdődik itt is a szezon. Kénytelen leszek már most bejönni. Örülök ennek is. Na mindegy. Pozitívan kell felfogni, amikor meg ti bejöttök, akkor még szépen tudok menni tovább. És nem kell legalább a tumultusba így körnöm. Bence az oda pakolta neki az egy plusz pontot, oda figyeljé. Hát de az be kéne hozni tizedikre. Az első tíz kap csak egy plusz pontot. Hát nem ugye, hogyha akkor kapod meg csak azt a plusz pontot, ha benne vagy az a pontszerzőbe. Ja, Cornéli úgy mondta nekem, hogy Sipi is úgy mondta neki, hogy ez így van. Fú, bassza meg. Ez most nem jött jól, utolsó vagyok. Nem majd. Hát ha vigasztal, én meg 17-dik, mert defektet kaptam, nekem is kellett bejönni. Hát, igazából nem vigasztal, de annyi pozitivitást látok ebbe a dologba, hogyha ők kijönnek, akkor már nekünk nem fog kelleni. Ja, csak akkor oda kell figyelni egy kicsit a gumire. Meg ugye a szányra. Ugye nem szabad túl kormányozni. Akkor abból is kicsúszás lehet, ugye? Au! Mi történt? Kicsit megcsúsztam. Rázókő? Mhm. Valahogy sejtettem, az nagyon szopatós. KSC is egy csomószor már megszívta. Neki is voltak ma olyan futamai, amik ezen mentek el, hogy megcsúszott a találzóköven. És utolsó körökről beszélünk. Szemem besütött a nap, és nem láttam a féktávot.
meg csak simán elfékeztem. Gyűlölöm a rázóköveket. A Williams-szel az halál egyébként, a rázókövek. De máshogy meg nem tudtam menni, mert... Na, túlhevültek a hátsók. Jeff megdicsért, hogy benzinnel jól állunk. Jó, menedzselem az üzemanyagot. Az a lényeg tört, hogy benzin legyen. Többi nem számít. Meg a gumikra kell ugye vigyázni. Az nem számít. Gumit tudsz cserélni. Ja. Hát az osztrák nagy díjon, ahol engem Latifi négyszerre törtött. Nem azt mondom, hogy még jó is, hogy négyszerre lettem törve, mert úgyis kifogyott volna a benzinem, mert ricsbe hagytam. Elég sokan most jönnek ki. Az a baj, hogy ebben nem tudok akkora előnyt kovácsolni, mert pálya közepén vagyok. A közepénél járok, hátsó egyenes. Második szektor. Én 8,8 másodpercre vagyok az előttem lévőhöz képest. Szép.
De tört is a szárnyam egy kicsit, nem olyan vészesen, mint az előbb, de sárgára azért megtörött. Hét kör van, még 16 egész, mit tudom, néhány másodpercre vagy hozzám képest. 18,8-ra meg a előttem haladó megy. Még mindig. Jaj! Kicsúsztunk. Ó. Hát ebből már nem lesz semmi, úgyhogy nem is jövök ki inkább. Végig szenvedem még azt a hat kört így. Aztán majd a Bahreini nagy díj az jobb lesz talán. Még ugye most kezdtük a szezont, úgyhogy talán jobb lesz. Annyira nézem a chatet, bazd meg, hogy megérdemeltem a fűre. Pillanat, majd olvasom. Nem felejtettem el nézni, csak elfegyezés közben egy kicsit nehezebb a sztori. Nézem meg a MFD-t, mert nem fogok kijönni, Jeff, hagyja békén. Öt körre való üzemanyag. Bőven elégnek kell lennie. És jó menedzseltem az üzemanyagot, jaj. Levágtuk egy kicsit a pályát, sajna. Se baj. Fette, hello. LOL. Annyira meglepődtem, hogy
befékeztem konkrétan nullára. Egy Fettel kiesett. Nem gondoltam volna egy késik. Amúgy. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy abból hol végzett, ugye? Hát ő mentett egy-két pontot. Már hogy nekem ez most nem jött be, az is biztos, tehát... Majd gyakorlunk, az menni fog. Egyébként ebben az is beleszámítám, hogy augusztus vége óta nem F1-eztem, csak tegnap ugye Cornell-nál, meg ma. Úgyhogy nagy kihagyás volt. Szia Tomi Boly, amúgy kösz a followodat a tegnap előtt, azt hiszem. Tegnap néztem meg, hogy bekövettél, úgyhogy köszi. Hát ez most nem jött össze, ez a nagy díj. Ez kuka. Ez kukás, ez a nagy díj. Annyira meglepődtem, hogy Fettel kiesett, hogy Bence elment mellettem, Jó, akkor menjetek. Na. Elengedtük a csapattárst is, úgyhogy... Easy-ben megvan a fuel management. Legalább a benzin nem is jól bántam, tehát azért büszke vagyok magamra. Mert tegnap az se jött ki jól, legalábbis az osztrák nagy díjon tegnap. Nem mondod. Jó, hát Fettelhez minek viszonyítasz, hát ő DNF-fel, Jeff, úgyhogy ezt nem kell nekem mondani, hogy mennyire vagyok tőle, mert az már tök mindig. Lol. Jaj. Meg tudnám előzni a boncsok, már egy körre le vagyok hagyva, úgyhogy nem tehetem. Micsoda meglepetésre Hamilton nyert.
Jó, mindenki beért. Fú, ez nagyon meleg pite volt. Az 17. What? Ja. Nem is meg a... kábelba szökszik. Hát... ez most nem volt annyira grat, hát 10... Itt vagyok, bocsánat. Nem baj. Csak közben itt valami, ami... nem baj. 17. helyen intett le a drága játék. És téged? Azért mondom, 17. lettem, te hányadik? Nem tudom. 18. Jó. Hát... törött szárnya... azért meg tudtam volna előzni a Albont, hogyha nem köröznek le ugye a box kiállások miatt. Albont? Igen, hát Albon a csapattársam, csak a végén annyira belassult már, hogy simán meg tudtam volna előzni, csak mivel egy kört én már kaptam, ugye Hamilton ott az páros valószínű. Így nem tudtam megelőzni. Jaj. Ja. Pedig simán megelőzhettem volna, hogyha körömbelül vagyok. Hát... hát figyelj, ez most így sikerült. Hát az a négy... hát az a négy időmérőn, az nem kellett volna. Annyi baj legyen, így is szép, hogy behoztad 17-re. Hát, jó. Meg valahogy úgy kell timingolnom majd a box kiállást, hogy aik előtt kell bejönnöm. Mert hogyha utánuk jövök, akkor ott szopó állarc van. Nem is akármennyire. Ja, hát ez egy 1 óra 4 perces kis rövid történet lett. ahogy nézem, hát majd összehozzuk a következőt. Persze, persze. Nagyon köszönöm, hogy játszottunk egy jót. Igazán nincs mit. Egyébként én azért a saját Discordomon egyébként sokkal többet szoktam izéni. Vele lenni, majd küldök neked oda is izét, meg ki volt aztán. Akkor nem kell pluszba a TS-t használni. Uh-huh. Hogyha esetleg úgy van, hogy esetleg mondjuk elfelejti az ember, vagy ilyesmi. Persze, persze. Majd várjál. Majd megbeszéljük úgy is, hogy mi hogy. Jó van. Jó van, kösz. Jó, Bence, még egyszer aztán. Majd megbeszéljük. Csücsű. Jó legyen, hello. Szia. User disconnected from your channel. Na. Jó van, srácok, akkor köszönöm szépen a disconnected. Megtisztelő figyelmet. Ez most egy ilyen kis rövid izélet. Rövid F1. Majd lesz még folytatva, majd megbeszéljük. Aztán ja. Azt még nem tudom, hogy mikor váltok következő, majd meglátjuk. Na, addig is legyetek jók, mindenkinek további szép estét. Sziasztok, szevasztok, és köszi, hogy itt voltatok. Csücsű!